Vangelis 1492 című dalára vonultak be péntek késő délután a Harruken iskola végzős tanulói. A szalagavató ünnepségen mindannyian átérezhették, hogy új időszak kezdődik az életükben, ugyanakkor többen is szívesen emlékeztek az itt töltött évekre. Igazából nagyon jól telt, és nagyon gyorsan. Ezt az iskolát mindenkinek ajánlani tudom. A terveim a jövőben, hogy a fodrász szakmámban dolgozzak. Jónás Patrik úgy tervezi, az iskola után vállalkozást indít. Az 5 év ez elég volt arra, hogy a szakmának minden csinyát, bénját átadják nekünk, és elsajátítsuk, ahogy a legjobban tudjuk igazából. A Harruken iskolában 4 osztály 67 diákja kapott szalagot. Ezek a fiatalok még 92 napot fognak az intézmény falai között tölteni, azután elkezdődnek a szakmai és az érettségi vizsgák. A 4 osztályból rendhagyó, hogy most az első technikus osztályunknak most van a szalagavatója, tehát ahogy a szakképzési törvény megváltozott, 5 évvel ezelőtt indultak azok a szakképzési technikus osztályok, amik most 13-osok. Ők most jelenleg a fodrászaink és a egészségügyi általános ápolónk, gyakorló ápolóink. Ezen kívül 2 szakképző osztályunk fog még szalagot tűzni, illetve majd ballagnak májusban, ők pedig a 11C-sek és a 11D. A Gyulai Szakképzési Centrum intézményeiben is mérföldkőnek számít a szalagavató, hiszen ez az esemény a felnőtté válás egyik fontos állomása, mondta Pörneki Attila főigazgató. Egy olyan állomás, egy olyan része a diákok életének, amely egy felejthetetlen este. Itt vannak a diákok a felnőtté válás kapujában. Ez egy jelzés nekik, hogy egyre közelebb vannak, viszont azt gondolom, hogy még ebben a néhány hétben, néhány hónapban, amíg fölkészülnek a szakmai és érettségi vizsgákra, nyilván a komoly felkészültség mellett még ki kell élvezniük a gyerekkornak az örömeit is. A GSC intézményeiben pénteken kezdődtek a szalagavató ünnepségek, elsőként Gyulán és Sarkadon.